Finta József atya személyét nem kell bemutatni Kalocsán, hiszen több mint 10 évig volt plébános az eperföldi templomban. Pappá szentelése óta eddig 3 helyen szolgált Istennek, és most ünnepli ennek a munkának a 25 éves évfordulóját. A kezdetekkor Dankó László kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érseke állította a szolgálatba. Istennek hála, mind a mai napig tudom ezt a szolgálatot végezni, immár a harmadik állomás helyemen, és hát egyrészt nagy öröm számomra az, hogy 25 évet eltölthettem már a papi szolgálatban, másrészt pedig nagyon hálás vagyok Istennek, aki eddig mindig olyan helyekre vezérelt, meg olyan közösségekbe, ahol tényleg a mai nem is könnyű világban mégis azt érezhettem, hogy boldog papi életet tudok élni. Ahogy a házasságban a 25 éves jubileumot ezüst lakodalomnak nevezik, ugye a pap számára ez az ezüst mise. Ekkor ünnepi körülmények között történik a hálaadás Istennek az elmúlt 25 év minden kegyelméért, aminek erejében sikerült helytállni a papi pályán. Nekem két fő dolgot jelentett mindig is, Isten irgalmát és szeretetét közvetíteni. Tehát, hogy valahogy megtapasztaltatni az emberekkel azt, hogy Isten mennyire fontosnak tartja őket, szereti őket, és hogy mennyire irgalmas hozzá, leginkább ennek a szolgálatának próbálom szentelni az életem, és ezt jelenti a hivatás. Ugyanakkor jelenti persze azt is, hogy nem csak a személyes Isten kapcsolatot próbálom erősíteni, hanem a közösségit is, tehát hogy olyan közösségeket segíteni létrejönni, akik tényleg Isten nevében jönnek össze és segítik egymást. És ez többek között városunkban is megvalósult, hiszen egy igazi lelki közösség épült a Szent Imre templomban, Finta atya szolgálata alatt. 10 éve került el városunkból, de mondhatni a mai napig nyoma van a munkásságának a hívek életében. A 25 évből 13 év Kalocsán zajlott, és hát számomra nyilván meghatározó volt egyrészt azért is, mert ez volt az első szolgálati helyem, másrészt meg azért is, mert itt tapasztaltam meg leginkább azt a személyességet, ami számomra mindig fontos volt, tehát hogy személyesen sok embernek az életében fontos szerepet tölthettem be. Finta atya több helyen tart ezüstmisét, Kalocsán június 16-án délelőtt 9:30-kor az eperföldi templomban lesz az ünnepség.